Frizurát készítenek ennél a pultnál, mellettük dekoratőrök díszeket alkotnak, egy másik standon ledek világítanak a karácsonyfalakú nyomtatott áramkörön, miközben egy saját programmal működtetett kis autó gurul lent a földön. Mindez a Pécsi Tudás Központban, ahol idén is megrendezték a pályaválasztási kiállítást. Hétfőn az általános iskolásokat várták a kiállítók, kedden a középiskolások ismerették meg a különböző szakmatanulási lehetőségeket, képzőhelyeket, illetve ők már a felsőoktatási intézményeket is. A teljes képzési palettát megismerhetik a diákok itt Baranya megyében, illetve a második nap a középiskolások már a más megyében lévő főiskoláknak a kínálatát is megtekinthetik. Szakma kipróbálásra is van lehetőségük, illetve a, a kamara is hozott ilyen virtuális szemüveget, amin keresztül ugye nagyon sokféle szakmát kipróbálhatnak, de amelyik iskolák megjelentek, azoknak a gyakorlatát is megszerezhetik a gyerekek. Összesen 45 standon mutatkoznak be a képzőhelyek, iskolák, illetve cégek, akik várják a fiatalokat képzésekkel. A járványhelyzet miatt kötelező a maszkviselése a pályaválasztási kiállításon a Pécsi Tudásközpontban november 15-én és 16-án.